szellemi konfliktus a téma. És ennek a szellemi konfliktusnak a természetéről szeretnék én ma beszélni. Olyasmit fogok most elmondani nektek, ami igazán nem kezdő tananyag, hanem egy elég bonyolult dolog és téma. Mert a Biblia egy sor dolgot közöl velünk, és nagyon világosan elmond dolgokat. És van egy sor olyan dolog, amit nem köt az orrunkra, és ezzel bizony bajban vagyunk. Ez például a mennyeieknek a világa, vagy ugyanígy az alsó világ, hogy tudunk róla dolgokat, de a nagy összefüggéseket nem tár elénk a Szentírás. Így például tudjuk, hogy vannak angyalok, de hogy honnan jöttek, kicsodák, mit csinálnak, stb. Ezt olyan nagyon részletesen nem beszél erről az írás. Tudjuk, hogy vannak démonok, na de hogy honnan jöttek, hová mennek, mit csinálnak, miért azt csinálják, miért úgy csinálják. Erről nagyon keveset mond nekünk a Szentírás. És vannak ehhez hasonló dolgok, amelyek úgy időről időre felvillannak az írásokban. Kapunk egy ilyen pillanatfelvételt, egy pici betekintést ezekbe a szférákba is. A prófétákon keresztül az igazság szelleme, hogy a prófétáknak ezt megvilágosította, de nagyon nem kötik az orrunkra a dolgokat. Ilyen például a Bibliában Istennek a létezése. A Biblia egy hangot nem veszteget el annak bizonygatására, hogy Isten létezik, ezt evidenciának tekinti, és egy pillanatig nem foglalkozik azzal, hogy ezt magyarázza, bizonyítsa, nem érzi különösebben szükségét, hogy ez egy bizonyításra szoruló tétel volna. Sőt, a Biblia kifejezetten azt mondja, hogy az teljesen hülye, bolond, aki az ellenkezőjéből indul ki. Tehát aki nincs az a tisztán, hogy Isten van, az tulajdonképpen a valóságnak egy szegmensét figyelmen kívül hagyja, miként ugye azt az elmebetegek is teszik. Tehát most is ilyen dolgokról szeretnénk szólni, beszélni, amelyek nem egyszerűen érthetőek, de ugyanakkor, ha megértjük ezt a nagyobb teret, amiben bele van ágyazva az életünk, meg a hívő életünk, akkor talán könnyebb lesz a napi küzdelmeinket, vagy a napi harcjainkat is jobban meg tudjuk érteni. A szellemi konfliktusról a legrészletesebb betekintést jó könyvében kapjuk, úgyhogy kérlek benneteket, hogy lapozzunk oda. Ez egy nagyon közismert rész, ám mégsem igazán kedves olvasmány a jó könyve, mert ez kicsit ugye felborzolja megint a szép érzékünket, hogy létezik az, hogy egy jó emberrel ilyen dolgok megtörténhetnek. Azonnal, amikor olvassuk ezeket a dolgokat, elveszítjük a biztonságérzetünket, hogy Úristen, hát ha jobban megtörténhetett, akkor most velünk mi lesz? Hogyan kerüljük ki a dolgokat? Na, a szöveg így szól. Élt Úz földjén egy jóbevű ember, aki fethetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent és kerülte a rosszat. 7 fia, 3 leánya született neki. 7000 jó, 3000 teve, 500 pár ökör, 500 szamár volt, a jószága és igen sok szolgája is volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Tehát valahol a törzsszövetségi időben vagyunk, ugye Ábrahám és Mózes között félúton ebben az időszakban játszódik ez a történet, és adva van egy ember, aki a legtekintélyesebb kelet fiai közül. Tehát a leghíresebb, legvagyonosabb, legistenfélőbb, legbölcsebb ember, a legek legje minden tekintetben. Fiai lakomát szoktak tartani, odahaza mindegyik a maga napján, ilyenkor üzentek három nőtestvérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt egyenek, igyanak. Tehát hétfőn az egyik fiú, kedden a másik, és így tovább. Nagyon jó testvérek voltak, szerették egymást, gondoskodtak egymásról, puszi jobbról, puszi balról, minden nagyon idil. Amikor azonban a lakoma napjai sorra lejártak, értük küldött Jób, és megszentelte őket úgy, hogy korán reggel fölkelt, és annyi égő áldozatot mutatott be, ahányan voltak. Mert azt gondolta Jób, hát ha vétkeztek a fiaim, és káromolták Isten szívükben, így szokott tenni Jób minden alkalommal. Mit akar ez a kép? Sugallni, azt akarja sugallni, hogy Jobnak még arra is gondja volt, hogy ha külsőleg nem is, a tetten érhető cselekedetek szintjén nem is, de talán esetleg megfordult valami istentelen gondolat az elméjükbe, a szívükbe, a gyerekeknek, és azonnal ugye égő áldozatot mutatott be. Az égő áldozat az odaszállásnak az áldozata, tehát újra szenteltek vázai gyerekeit, újra Istennek ajánlotta őket. Mindez azt akarja bemutatni, hogy Jób tényleg, ami tőle telt, a feje búgjától a lába ujjáig és a szíve csücskéjének mélyéig, mindent elkövetett, hogy Istennek tetsző életet éljen. Mindent jól csinált, amit ember megtehet, azt Jób megtette. Nem, de mégis. Történt egy napon,
hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is. Ugye kik ezek az Isten fiak? Hát itt a mennyei, valami fajta mennyei lényekről van szó, nyilván nem rólunk, mint Isten fiairól, hanem mennyei lényekről. Így apostrofálja őket több helyen is az írás. De és ők közöttük, a mennyei lények között, akikről megint nem tudjuk, hogy hogy vannak, mint vannak, a sátán is megjelent. Az Úr megkérdezte sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak, a földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondja az Úr a sátánnak, észrevetted a szolgámat jó volt. Nincs hozzá fogható, fethetetlen, becsületes, féli az Isten, kerüli a rosszat. Sátán így felelt az Úrnak, nem ok nélkül féli jó az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilye csak van. Keze munkáját megáldottad, jószága elszaporodott a földön, de nyújtsak ki a kezedet, és tedd rá arra, amilyen van, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak, mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Tehát ugye az Úr felhívja a sátán figyelmét, hogy ha eddig nem vetted volna észre, akkor itt van ez az ember, minden tekintetben fethetetlen. Mert a sátán azt mondta, hogy csak érdekből fethetetlen, azért, mert te őrzöd őt, és te áldod meg a vagyonát, de ha ezeket elvonod, visszavonod tőle, majd csak kiderül, hogy ez azért annyira nem szeret téged, hanem csak az érdek fűzi hozzád. Ugye ez a problémája minden ilyen a szeretet kapcsolatnak, hogy a szeretet nem működik szabad akarat nélkül, mert csak a szabad akaratból önként adott szeretet szeretet. Ha a szeretetbe érdek vegyül, akármilyen típusú érdek, abban a pillanatban az már ugye korrupt lesz, mondanám prostituálódik, tehát olyan dolog történik vele, ami pontosan a szeretetnek a tisztaságát, ennek a kötődésnek a tisztaságát rontja meg. És itt pontosan ezt feltételezi a sátán, és azt mondja, hogy Jób nem szívedből szeret téged, nem önmagadért szeret téged, hanem érdekből, jól felfogott érdeke az, hogy ragaszkodjon hozzád, hiszen te magad vagy az, aki őrzött, hiszen te magad vagy, aki megáldod. Erre az Úr megengedi a sátánnak, hogy Jobot megfossza ezektől a dolgoktól, amik miatt állítólag, csak amik miatt Isten szereti, hogy kiderüljön, hogy Jób szereti az Istent önmagáért, vagy csak ezek miatt a dolgok miatt szereti az Istent. És hát ezt tudjuk, meg is történik, most hadd ugorjam a rémületes, úgyis annyi rossz hír van mostanában, ezeket most átugrom. Jönnek a rossz hírek, a 20. rész azt mondja, jó, ekkor felállt, megszaggatta köntösét, megírta a fejét, ugye ez a gyásznak és a megalázkodásnak a jele, azután a földre esve leborult és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak a neve. Tehát mi történik? Jobot megfosztják minden vagyonától, minden olyan dologtól, amivel Isten őt megáldotta, de Jób továbbra is megmarad az Isten félelmében, és azt mondja, hogy hát tulajdonképpen mindent Istentől kaptam, Isten csak azt vette el, ami egyébként is az ő tulajdona. Hát ez van. Nyilván azt ugye a későbbiekből megtudjuk, hogy boldognak nem volt éppen boldog ettől a dologtól, de nem vétkezett. Még ebben a helyzetben sem vétkezett jó, és nem követett el meg volt ránkoztató dolgokat Isten ellen. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt. Ugye egyszer csak valahogy ezek jönnek, mennek, és időnként megállnak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán és megállt az Úr előtt. Az Úr megkérdezte a sátát, honnan jössz, hát onnan jönne. A sátán ezt felelte az Úrnak, földön barangoltam, ottan kószáltam, jártam, keltem. Erre azt mondta az Úr a sátának, észrevetted a szolgámat, jó volt, nincs hozzáfogható a földön. Fethetetlen és becsületes ember féli az Istent és kerüli a rosszat. Ugye ez idáig ugyanaz, mint amit már egyszer olvastam. Még most is kitartóan fethetetlen, bár felingereltél ellene, hogy ok nélkül tönkre tegyen. Tehát ezt maga az Isten mondja, ad egy, hogy a sátán őt felingerelte, ad kettő, hogy ok nélkül tegye tönkre. És ez azért fontos, mert ugye később, mikor jönnek a barátok, akkor mindig az okot keresik. Mi volt az oka? És Isten maga mondja ki azt, hogy nem volt oka. Sátán azonban így válaszolt az Úrnak, bőrért ad az ember, de az életért mindent odaad. Nyújtsa ki a kezed és tedd rá csontjaira és a húsára, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak. A kezedbe adom, csak az életére vigyázz. A kezedbe adom, csak az életére vigyázz.
A sátán eltávozott az úr színe elől, és megverte Jobbot. Rossz indulatú fekélyekkel tetőtől talpig. Jobb fogott egy cserépdarabot, azzal vakarta magát, és hamuba ült. A felesége ezt mondta neki. Még most is kitartóan feltehetetlen vagy? Átkozz meg Istent, és hallj meg! De ő így felelt neki. Úgy beszélsz te is, ahogyan a bolondok szoktak beszélni. Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadni. Még ebben a helyzetben sem volt jó az ő szájával. No. Mi történik? A második alkó arról szól, hogy jó, rendben van, a házát is, mindent elvettél, de azért van még egy dolog, ami Jobbot érdekelté teszi a veled való kapcsolatban, ez pedig az életed. Ha az életét is pokollá teszed, akkor meg fogod látni, hogy őt aztán végképp ellened fog fordulni, és azt mondja, hogy semmi értelme a semminek sem. És hát így történik, ugye Jobbot nem öli meg a sátán, mert Jobbnak is a meghalás inkább nyereség lett volna, ez a későbbiekből kiderül, hanem megveri olyan betegséggel, ami pokollá teszi az életét. Tehát azt Jobb utána elmondja, hogy itt fáj, ott fáj, amikor éjszaka van, alig várom, hogy nappal legyen, amikor nappal van, alig várom, hogy... És ráadásul ugye nem csak a betegség maga volt az, ami Jobbot gyötörte, hanem tele volt félelmekkel, elmondja, hogy borzadály tör rá, és így tovább. Tehát nem csak fizikailag volt beteg, hanem kifejezetten a lelkét is állandóan gyötörte az ördög félelmekkel és mindenfélével. Ugye ma azt mondanánk, hogy neurózis és egyéb ilyen depresszió és minden egyéb dolgok is rászakadtak Jobbra, tehát testileg is, lelkileg is kínoszta őt a sátán. A lényeg, hogy földi pokol volt az élete. És ebben a helyzetben mérettetett meg Jobb, hogy most mit csinál. És ugye a felesége azt mondja, hogy legyen elég, látod, hogy Isten nem törődik veled, ugye az, hogy már betöltötte, amire a sátán számított, hogy előbb-utóbb jó Isten ellen fog fordulni, és átkozz meg az Istent, és hallj meg. Tehát ez tulajdonképpen ugye az öngyilkosságnak egy fajtája volt, mert ha szembefordulsz az Istennel, az gyakorlatilag azt jelentette, hogy utána nincs más, hanem csak a halál. És Jobb ugye meginti az asszonyt, és úgy beszélsz, mint valami istentelen, mint aki nem ismeri Istent, és nem féli Istent, és azt mondja, hogy ha Isten megáldott bennünket egy csomó jó dologgal, amit nem érdemeltünk meg, és most Isten úgy látja Jobbnak, hogy egy csomó rossz dolgot ad nekünk, amit szintén nem érdemeltünk meg, akkor legyen áldott az Úrnak a neve, és nem létkezett Jobb az ajkaival. Ugye a probléma az, hogy körülbelül 9 hónapig tartott Jobbnak ez az állapota, és ezt az állapotot elég nehezen viselte ő. Mert egy darabig az ember vár, hogy igen, oké, a próbatételben el vagyok, valahogy kibírom, és akkor majd utána egyszer csak jó lesz. De amikor holnap se akar jó lenni, meg holnap után se akar jó lenni, meg egy hónap múlva se akar jó lenni, meg 2 hónap múlva se akar jó lenni, hanem mindig csak a próbatétel van, egyszer csak a cérna ugye elfogy az embernél, és valahol azt mondja, hogy hát most akkor... És a legrosszabb dolog, az, ugye Jobb is ezt bírja nehezen, hogy ilyenkor türelemmel várni, megadással lenni és türelemmel várni az Istenre. Miért? Mert ilyenkor az ember tenni akar valamit. Hogyha le akarom fordítani egy picit hétköznapi nyelvre, akkor ezt, mikor közlik a diagnózist, hogy most mit tudom én, ilyen-olyan rákbetegség támadta meg a dolgozót, akkor a legrosszabb annak is, aki beteg, meg annak is, aki hozzátartozó, hogy tehetetlennek érzi magát. Tehát szeretnénk valamit csinálni. Nem lehet egy gyorsan futni, magasra ugrani, nem lehet fekvőtámaszokkal, gyógyszerekkel, ezzel azzal valahogy mégis szembe szállni ezzel az ellenséggel, és valahogy mégis legyőzni és úrrá lenni rajta. És ezt az ember nagyon nehezen viseli el. Tehát a tehetetlenségét, az hogy ilyen kiszolgáltatott állapotban, bábuként ott ide-oda lökködik, és nem tud a sorsát, nem tudja irányítani, nem tudja kezébe venni, ezt nagyon rosszul viseli az ember, és rosszul viselte Jobb is. Ugye ez a betekintés, amit mi kapunk, látjuk azt, hogy Jobbnak a problémáját mi okozta. Miért keveredett bele ez az egész rettenetbe, ami őt érte? Túl jó volt? Túl jó volt. Isten reklámozta. Köszönjük? Isten reklámozta. Az egyik oldalon ott van Isten. Ugyan, a másik oldalon ott van sátán. Istenről megtudjuk, hogy Isten őrizte Jobbot és áldotta Jobbot. Hát alapvetően nem Isten volt az, aki ezt az egészet okozta. Ki volt az, aki ezt az egészet okozta?
Szátán, igaz? Ő mondta azt, hogy vedd el a vagyonát, aztán tedd pokollá az életét, és akkor majd kiderül, hogy, hogy ez a ragaszkodása hozzád, ez önmagadért van, vagy érdekből. Ugye ez a nagy kérdés, hogy őszinte a hit, vagy érdekből van. Ez volt tulajdonképpen az egész megkísértésnek, a konfliktusnak a lényege. Most ez a betekintés azt láttatja velünk, hogy tulajdonképpen szegény Jób, bár nagyon igyekezett és mindent jól csinált, mégsem bírta kikerülni se a szenvedés, se a veszteségeket, se a nehézségeket, amik az élettel járnak. És ugyanígy, amikor Jézushoz jönnek, hogy a Siloám tornya ráomlott az emberekre, stb., akkor Jézus azt válaszolja, hogy ez nem azért van, mert ők mindenkinek bűnösebbek voltak, vagy minden Galilea belinél bűnösebbek voltak, hanem ezek a dolgok valahogy másképp működnek. Na a kérdés az, hogy hogyan és miért van ez így? Miért van az, hogy ebben a konfliktusban, Isten és a sátán közötti konfliktusban belekeveredett az ember? És itt érünk arra a területre, amit vagy elfogadtok, vagy nem. Mi így látjuk, ezt szűrtük le az igéből, ez egy sejtetés, ez egy olyan dolog, ami hipotézis, ami feltételezés, amiről gondoljuk, hogy így van, mert így illeszkednek össze azok a darabkái a Bibliának, amelyeket viszont világosan látunk. És ezekből következtetünk arra, hogy, hogy hogyan vannak a dolgok a történetben. Az első, amit a sátánról tudunk, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Hát ezt értjük is, mit akar a sátán? Meggyilkolni az embert. Az első kérdésünk ezzel kapcsolatban az, hogy, hogy milyen értelemben akar az embert meggyilkolni? Fizikai értelemben? Is. Meg? Lelki értelemben is, igaz? A testet és a lelkedet is gyilkolni akarja, sőt azt szeretné, hogy elkárhoz, igaz? Tehát ő rajta múlna, minden embert először megkínozna, testileg is, lelkileg is, mint Jóbot tette, és utána gyernára vetne. Igaz? Tehát ez rajta múlna. És van egy érdekes dolog, hogy kezdettől fogva, ez megint egy érdekes kifejezés, mert hogy mit jelent ez, hogy tulajdonképpen a sátának soha nem volt olyan állapota, amikor nem ilyen volt. De nem csak ezt jelenti, hanem a kezdetet is. Mi is volt az egész teremtésnek a kezdete? A dolgok valamikor a világ megalapítása előtt kezdődtek el, amikor is Isten ült a trónján, és Isten jobbján, ide rajzolt egy ívetűt, mint Isten, és neki a jobbján is volt egy trónszék, csináltad egy Móriczka rajzot, ennél szebb volt a trónszék, de ez most meg is tézálva. Volt egy trónszék, rajzolt föl egy koronát, a jobbján, és ez el volt készítve. És ez már akkor el volt készítve, ez a megint a jelenésekből, a többi igéből kiderül, hogy ez már akkor készen volt, mikor még világ nem volt. Tehát sem ég, sem föld, semmi nem volt, akkor már ez a trón készen áll. És a sátánt érdekelt, aki nem sátán volt, érdekelte, hogy ki lesz a hely az Isten jobbján. Tulajdonképpen, ha végigveszünk a Bibliát, és látjuk a negatív megnyilvánulásait az embereknek, az a mind leképzése annak a tisztátalan szellemi valóságnak, amely a világban van, a bűn valóságának. És ugyanúgy, ahogy a tanítványok is állandóan versengtek, hogy ki jó jobb felől, bal felől, ugyanígy ez a versengés mind a sátánból indult ki. És ezt a trónt Isten elkészítette, már mondom, még miért, még csak a szívében volt meg az ég és a föld, még nem alkotott semmit, még nem mondta ki a teremtő szavakat, csak a szívében. De már ott volt a szívében ez a trón, és ez már el volt készítve. És Isten azt mondta, hogy teremtsünk embert a saját képükre és hasonlatosságunkra. Tehát Isten teremtett egy lényt, egy embert, aminek az volt a különlegessége, hogy ez hordozta Istennek a képmását. Hogy pontosan ez mit jelent, nyilván mivel Isten szellem, ezért nem valami testi hasonlóságról van elsősorban szó, hanem sok mindent, ez megint lehet variálni, hogy miért, meg hogyan, de ez az ember egyen sajátosság, ami megkülönbözteti minden más lénytől, hogy az ember Isten képmásának a hordozója, Isten képmásának hordozza. Na most, abban a pillanatban, hogy ezt Isten kimondta, hogy teremtsünk embert, abban a pillanatban megjelenik az ellenség, aki már kezdettől fogva embergyilkos volt. Vagyis tulajdonképpen arról van szó,
hogy a sátán kinézte magának ezt a helyet, és úgy gondolta, hogy olyan szép, olyan tökéletes, olyan méltó, hogy ő volna méltó arra, hogy ebbe a trónba beleüljön. Mikor Isten megkérdezte, hogy hát akkor szerintetek miféle lény volna alkalmas arra, hogy ebbe a trónba beleüljön, akkor a sátán úgy gondolta, hogy egy olyan lénynek kell ennek lennie, aki tökéletesen hordozza Istennek a képmását. És azt remélte, hogy Isten őt fogja ezzel felruházni, és így elfoglalhatja az atya jobbjára trón. De az atya szerette volna, hogy egy emberi lény üljön azon a trónon, a fiú, és ezért ő már kigondolta, akarta az embert, és a Lucifer ebben jól beleérzett, de a sátán nem kapta meg ezt a kiváltságot, hanem Isten azt mondta, hogy nem a tiéd lesz ez a kiváltság, hanem alkotok egy lényt, akit a saját képével és hasonlatosságára alkotok meg. És ez magába foglalja azt, hogy ez a lény képes lesz megkülönböztetni a jót és rosszat, képes lesz mindent felfogni az Isten dolgaiból, képes lesz a szabad akarata lesz, képes lesz a jóra, és mindenre tulajdonképpen, ami Istennek a sajátja, és tulajdonképpen Istennek a képmásával válik, Isten fia lesz. És ez volt az a pont, amikor a sátán fellázadt tulajdonképpen Isten ellen az ember miatt, és azt mondta, ha te létrehozod, vagy megteremted ezt a lényt, akkor ez a lény ellened fog fordulni. És mindazt a jót, és mindazt az áldást, és mindazt a nagyszerűséget, amit te ebbe a lénybe helyezel, ezzel vissza fog élni, és az ellenkezőjére fog fordulni ez a dolog, és a királyságodnak vége lesz, és meg fog hasonlani, és háborúság lesz, és mindennek vége, itt a világ vége. Ez volt gyakorlatilag a sátának az álláspontja, vagyis az, hogy kezdetben ez azt jelenti, hogy még mikor az ember csak egy gondolat volt, már akkor embergyilkos volt, már akkor nem akarta, hogy ember legyen, és nem akarta, hogy mi létrejöjjünk, egyáltalán ilyen teremtmény legyen, hogy ember. És ezért mindent megtett annak érdekében, hogy miután ez a teremtmény mégis lett. És tudjuk, hogy azt mondja a Róma 5-ben az írás, hogy Ádám a ma eljövendőnek a kiábrázolása volt. Tehát amikor megteremtette Isten Ádámot, azért teremtette meg, mert Ádám képének a hasonlatosságával akarta a fiút nyilvánvalóvá tenni az emberiség számára. Ezért amikor Ádám létrejött, akkor Ádámnak már volt egy nagy barátja, Isten, és volt egy nagy ellensége, a sátán. És itt a Jób könyvében is ebben a konfliktusban látunk bele, hogy Isten örül az embernek, és szereti az embert. A sátán pedig minden módon be akarja bizonyítani, hogy óriási hiba volt az embernek a megalkotása, meg a megteremtése, mert az ember mindent tönkre fog tenni, ami Istennek kedves és jó. És ez a küzdelem zajlik, ez tulajdonképpen a szellemi konfliktusnak a természete, hogy sátán befolyásolni akarja az embert, és a hatalma alá akarja hajtani az embert, hogy olyanná tegye az embert, mint ő, és ezáltal az ember minden tönkre tegyen, és minden szétromboljon, ami Istennek szép és kedves. Most úgy tűnik, hogy az özönvíz előtti időben ez sikerül is. Isten ugye kimondja a híres szavakat, hogy megbánta, hogy ember teremtett, mert az ember minden gondolat a kora ifjúságától fogva csak gonosz. Tehát úgy tűnik, hogy az özönvízzel a sátán nyer, de mégiscsak Isten meghagy egy maradékot, ugye Noét és az ő családját, és ezzel az emberiség egy új korszakba, új történeti korszakba lép. Aztán jön Ábrahám, akiről kiderül, hogy ő nagyon is ember és nagyon is esendő ember, de mégis Ábrahám szívében ott van az a képesség, amire az ember megteremtetett, hogy az ember képes a jóra, és képes olyan fajta szeretetre, amire csak Isten képes. És ez tulajdonképpen az embernek a titka, hogy az ember úgy tud gyűlölni, ahogy a sátán gyűlöl, és úgy tud szeretni, ahogy csak Isten szeret. És ez a konfliktus zajlik végig az egész emberiség történetében, mert a sátán azt szeretné, hogy mi úgy gyűlöljünk, ahogy csak ő tud. Isten pedig azt szeretné, hogy úgy szeressünk, ahogy csak ő tud. És mi mind a kettőt tudjuk. Képesek vagyunk erre is, képesek vagyunk arra is. A küzdelem sokáig úgy tűnt, hogy a sátán javára áll. Ábrahám leszármazottai, az izraeliták is olyanok voltak, amilyenek, a honfoglalás, a királyság, a mindenféle. Úgy tűnt, hogy az ember hiába kapta meg a törvényt, a törvény ellenére sem képes arra, hogy a törvény ismerete sem teszi őt képessé arra, hogy az eredeti küldetését be tudja tölteni, és úgy szeressen, ahogy az Isten szeret. Míg nem, megjelenik az ember fia, és felveszi a bűn testének a hasonlatosságát, és bekísértetik hozzánk hasonlóan mindenben, de ő nem esik bűnbe, hanem mint hibátlan és szeplőtelen bárány hal meg. És
Isten úgy igazolja őt, hogy feltámasztja a halálból, és a jobbjára ülteti. És miután Jézus elfoglalja ezt a trónt, és lesz királyok királya, uraknak ura, ő nem csak egyszerűen Jézusként ül be a trónba, hanem úgy ül be a trónba, mint egy új kezdet. Mint egy új teremtésnek a kezdete. És ez Istennek a terve, hogy az első teremtés, ami a halál uralma alá került a bűn miatt, mert a bűn zsoldja a halál, ennek az első teremtésben felhasználja Isten a halált magát. Hogy akik meghaltak, kiszabaduljanak az első teremtésnek minden követelménye alól. És utána átmenjenek az új teremtésbe. És ez az új teremtés, ez már az eljövendő világnak az erejéből születik. Ennek már nincs köze a régihez. A régi testtől született és testi. Az új szellemtől születik és szellemi. Két teljesen különböző dologról, két teljesen különböző világról van szó. A sátán legnagyobb hatalma a halál. Annál nagyobbat nem tud csinálni az emberrel, mint hogy megöli az embert. Tehát meggyötörheti a testedet, meggyötörheti a lelkedet, és megölhet téged. Ezt tud. Viszont a Biblia azt is világosan mondja, hogyha egy embert halálra ítéltek, utána már nincs ítélet ellene. Hát, mit tudom én, most a hágai bíróságon volt valami szerb háborús bűnösnek a pere, nem tudom melyik volt az, a Milosevic, igaz? Ja, jobban tudjátok. A Milosevicnek a pere. Na de a helyzet az, hogy nem került el a per az ítélet hirdetésig. A Milosevic közben meghalt. És miután a Milosevic meghalt, abba hagyták a tárgyalást. Nem mondtak többet vádbeszédet, és nem mondták ki, hogy most hány évre ítélik meg, hogyan, miért, mert annál jobban, mint hogy meghalt, nem tudják megbüntetni. És ez tulajdonképpen a trükk az egész dologban, hogy Isten is azt mondja, hogy mi meghalunk Jézus Krisztussal együtt. És ezzel meghaltunk az első teremtésnek, meghaltunk a régi világnak. A halálunkkal lezáródott a régi életünk minden dolga. Kiszabadultunk az angyalok világából, az első teremtés az angyalok világa, kiszabadultunk a sátán hatalma alól, kiszabadultunk a bűn hatalma alól, és kiszabadultunk a halál hatalma alól. Mert mindegyiknek megadtuk azt, ami neki a joga, mert meghaltunk. És ezért mondja az írás, hogy akik megkeresztelkedtünk Jézus Krisztusba, az ő halálába keresztelkedtünk bele. Az ő halálába merültünk bele. Egyé lettünk az ő halálával azért, hogy az ő feltámadásával is egyé legyünk. Tehát ez tulajdonképpen az újjászületésnek a titka, hogy meghalunk a réginek, és feltámadunk egy új teremtésként. De van különbség az első meg az új teremtés között. Az első teremtés úgy jött létre, hogy Isten megteremtette a világot, elválasztotta a sötétséget világosságtól, az alantvaló vizeket a felülvaló vizekről, a tengert a szárazföldtől, megteremtette a növényeket, belépesítette az égboltot, belépesítette a tengert, belépesítette a szárazföldet, és végül vette az ember, belelejelte a szellemét, és lett az ember élő lélekké, és még ez sem volt elég, mert Isten vette az embert, és kétfelé vette, és lett belőle férfi, és lett belőle nő. És a férfi és a nő, miután kétfelé vette, a szerelemben és a házasság szövetségében újra egyé teszi, és tulajdonképpen két embernek ez a szeretet kapcsolata az ember. Ezt Isten így rendezte el, és azt kell mondjuk, hogy ez azért van így, mert az Isten maga is három személyben egy. Az Isten három személy. És ezt a három személyt egy szeretett kapcsolat köti egyiket a másikhoz. És ez a szeretett kapcsolat közöttük az Istennek a titka. És Jézus ezt a titkot mármint a főpap imájában fejti ki. Ugye ezt mondja a tanítványoknak, hogy gyerekek, ez most még magas nektek, de majd idővel meg fogjátok érteni. Sok mindent szeretnék erről mondani. De a titok ez, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek közötti szeretett kapcsolat olyan erős köteléket hoz létre, hogyha te látod az Atyát, láttad a Fiút és a Szentléleket. Ha találkozol a Fiúval, találkoztál az Atyával és a Szentlélek. Ha eljött hozzád a Szentlélek, az Atya és a Fiú is eljött hozzád. Már mindegyik, kivel találkozol, ők, velük jön a másik kettő is, mert ők annyira tökéletesen egyet. Egyet akarnak, egyet képviselnek, és ez az egységet köztük a szeretet hozzá létre. És ezért a házasságban a férfi és a nő kapcsolata is, amikor ezen a szereteten alapul, valójában a kapcsolat maga az Isten képe. Nem a férfi az Isten képe önmagában, nem is a nő az Isten képe az önmagában, hanem a köztük levő szeretet kapcsolat, ez az Isten képe. Ez az Isten titka. És Jézus ezért imádkozik, hogy Uram, valahogy taníts meg őket arra, hogy ez az elhívásuk, hogy nem hárman vannak a Szent Háromságban, hanem a te is oda vagy hivatalos, és veled már négyen lesznek, és öten, és hatan, és sok millióan.
Tehát ide vagyunk meghívva, a Szent Háromságba vagyunk mi meghívva, ez Jézus a főpapi imájának a lényeg. És hát az a helyzet, hogy ebbe kell valahogy nekünk beleilleszkedni. De hogy tudunk beleilleszkedni, akkor ha a lényegét tudjuk ennek a kapcsolatnak megragadni, és ennek a lényege a szeretet. És ezért végeredményben minden a szeretetről szól. Na most, amikor meghalunk, és új teremtések leszünk, akkor mi történik? A sátán világa számára meghalunk. Tehát az első teremtés számára, amit a sátán megszerzett magának, ő a hazugságaival, ő uralja a világi hatalmat, ő uralja a mammont, a pénzt, a vagyont. Ezekben a dolgokban mindent ő ural, és ezen keresztül manipulálja az embereket. Jézust is a magas hegyen meglátogatta, és azt mondta, adok neked pénzt, adok neked hatalmat, vigyük véghez a te küldetésedet együtt. Váltsuk meg az embert, te meg én. És hát gyerekek, hát kit ne kísértene meg? Hát most ide jönne Barack Obama, vagy bárki, mindegy, gazdag ember. De most komolyan, ide jönne és azt mondaná, gyerekek, hát figyeljetek ide. Itt pár országot összevonunk, mit tudom én. Itt kelet-európai szerencsétlen népeket összevonjuk egy nagy királyságba. Én elintézem, nem gond. Ha te azt mondod, hogy így legyen, akkor úgy lesz. Minden úgy lesz, ahogy ti akarjátok, pénz, paripa, fegyver, olyan törvényeket hoztok, amilyet akartok, úgy hirdetitek az evangéliumot, ahogy akarjátok, semmi gond. Mindent a feleketek alá fogok tolni. Kétharmad, négy-ötötötök lesz a parlamentben, az összes bírót is kijelölhetitek, minden hatalmat megkaptok, amit akartok, minden lóvét, amit akartok, rendelkezésetek, olyan hitoktatást csináltok, amit akartok, olyan gyülekezeti házakat építetek, amilyet akartok, minden a rendelkezésetekre áll. Nem kísértené meg az embereket, hogy hát hú, hát létrehozzuk a Földön a mennyet. E világi hatalommal és e világi pénzzel. Jézus azonban pontosan tudta, hogy ez mi? Csapda. Ez kísértés. Ez nem fog menni. Miért? Mert ez ebből a világból való. Az Isten országa pedig nem ebből a világból való. És ha elindulsz ezen az úton, e világi leszel. Miért? Mert elkezdenek zsarolni. Abban a pillanatban, hogy van vesztenivalód, zsarolható vagy. Csak az nem zsarolható, akinek nincs semmije. Jó, azért nem volt zsarolható, mert ő tudta, hogy mesztelen. Nincs semmije. És amikor elvesztített mindent, akkor jobb azt mondta, hát tulajdonképpen hálás vagyok azért, hogy egy évig birtokolhattam ezeket a dolgokat, és élvezhettem ezeket a javakat, most csak visszaérkeztem ugyanoda, ahol voltam. Nem volt semmi, most sincs semmi, tehát nem szólhatok egy szót sem. Így gondolkodott jobb a dolgokról. És ezért nem volt zsarolható, és ezért nem esett neki az Istennek, mert egészen másképp gondolkodott. De amikor mi ebben a világban akarunk berendezkedni, mindig zsarolhatunk. A másik probléma az, tehát ugye ez a világi javak, amiken keresztül... És most itt nem csak pénzről van szó, hanem hírnévről. És nézzétek, az emberek olyan furcsák a hírnevükkel, hogy most ne gondoljátok, nem a celebekről beszélek, mert hollywoodi sztárokról. Beszélek a legutolsó falu sekrestéséről. Hogy ő a sekrestés. És ő szokott harangozni. És van ennek olyan tud lennek olyan státusz értéke lenni, hogy ő ezért ölni is képes. Nekünk lehet, hogy innen vicces, de ő neki ez az élet. Tehát ez a bizonyos hírnév, ez lehet mondom ilyen picike is, de mégis nagyon tudunk hozzá, rendkívül módon tudunk ragaszkodni. A másik, amin keresztül zsarolhatókká válunk ezen a világon, az, hogy testben élünk. És a testünk úgy van, ugye ehhez a világhoz van megalkotva, ebben a világban honos, itt van berendezve, és ezért a testünk ennek a világnak a dolgai után vágyakozik, és ezt szeretné megszerezni. Éhesek vagyunk, kaja. Szomjasak vagyunk, pia. Egy kis meleg fürdő, de jó lesz. És itt tovább. És a testünk ezzel nem áll le. Tehát a testünk folyamatosan küldi a lelkünknek a jeleket, hogy figyelj, most pihenj már egy kicsit, most legyen már egy kis ez, meg legyen már egy kis az, meg legyen már egy kis amaz. És a test akar uralkodni a lélek fölött. És a testnek vannak jogos szükségei. De mikor ezek a jogos szükségek szolgává teszi a lelkedet, és az életed nem szól többről, csak együnk ígyunk, mert holnap úgy is meghalunk, abban a pillanatban te egy elkározott lélek vagy. E világ gyermeke, e világ fia lettél, miért?
Mert, és itt mondom, itt nem a szenvedélyekről beszélek, meg nem az bűnös dolgokról beszélek, csak egyszerűen a mezei teljesen jogos, a testnek a teljesen jogos követelményei. Hogy enni akar, inni akar, aludni akar, jól akarja magát élni, kényelmesnek akarja magát élni, és tovább. De a lélek magasabb rendű, mint a test. És abban a pillanatban, hogyha a lelket a test szolgálatába állítjuk, akkor a lélek elkeseindul. És ilyenkor lesz az ember ilyen ösztönlény, elállatiasodott ember. Mert még a világ is tudja, hogy az ember attól ember, hogy képes az ösztönei fölé emelkedni. Ezt még a pogányok is tudják. Hogy valaki emberséges, az azt jelenti, hogy az önző ösztönei fölé tudott emelkedni. És a zsemléjét megosztotta a másik éhezővel, és nem ő zabálta meg. Pedig az ösztönei, a teste mit mondott? Az emberek mi olyanok vagyunk. Ha láthatok 2-3 éves kisgyereket, megkérjétek, hogy adjon a ropiából, akkor nagy rábeszélésre fogja a ropiát, és akkor ezek vagyunk mi? Ez a test. De most figyelj ide, te is ilyen vagy, meg én is ilyen vagyok. Csak már felnőttek vagyunk, és jobban, nagyobb képmutatók vagyunk. De ugyanilyenek vagyunk, csak jobban el tudjuk rejteni, jobban el tudjuk ezeket a dolgokat tenni. De ez a test. És amikor valaki ezen fölé tud emelkedni, azt már hősnek tekintjük. Arra azt mondjuk, hogy micsoda emberséges dolgot cselekedett. Miért? Mert az állatok fölé emelte őt az, hogy az összevei nukára. Tehát ez még mindig nem a bűnetünk, mindig csak a test. És a test után vannak a léleknek a rossz beidegződései. Vagyis, amielőtt megtértünk volna és megismertük volna az Urat, akkor is éltünk valamit. E világ fiai voltunk. Mint e világ fiai, harag gyermekei voltunk. Miért? Mert az e világ fia mit csinál? Igen, filozófálgat jobbra balra, de hát mivel az Isten nem ismeri, ezért előbb-utóbb minden filozófiájába beletörik az agya kereke, és akkor elkeseredik, elcsökkent, mert felette a hiába valóság minden a nap alatt. Ebbe belefogunk, és arra kiderül, nem ér semmi. Akkor abba belefogunk, az sem. Akkor elmegyünk egy színházba, majd de szép volt, de más legközelebb úgy vagyunk, hogy most megint ott fognak ripacskodni ezzel, most mit használunk, miért tudom. Értitek? Az ember minden keresgél, kutat, hogy mi volna jó, mi volna az életért. Amikor elcsüged a lelke, akkor hova megy vigasztalódni? Megy a testet vigasztalódni. Egy kis paráznaság felüdít. Egy kis ez, egy kis az, és akkor megpróbálja úgy, hogy a test jól érzi magát, és ettől a lélek is egy picit felüdül, és az ember megpróbálja ezekkel a testének, ezeket, a testének kedveskedve a lelkét felüdíteni. És ezekből lesznek a testi bűnök. El vagyok szontyolódva, és akkor szeretném valahogy feldobni magam. És akkor hogy dobom fel magam? Bedobom a lét, és elmegy a tudat, ugye, ahogy Hofi mondta, lét határozza meg a tudatot, ha megisszuk a lét, akkor elmegy a tudat. Miért piálnak az emberek? Ugye főleg a férfiak piálnak, miért? Azért, mert mi férfiak, nekünk van egy varázsszerünk arra, hogyha valami nyomaszt bennünket, hogy ne legyünk depressziósok, és ez a varázsszer az, hogy ne gondolj rá. Nem gondolunk rá, én nem is kérdez. Most a nők úgy vannak megalkotva, hogy a többségük nem tud nem rá gondolni. De a férfiak ragyogóan tudják azt, hogy hoppáink, és amikor ez nem megy, akkor jön az alkesz. Akkor alkohol, és akkor könnyebb azt mondani, hogy nincs is. Igaz, hogy tudja az ember, aki józanodik utána, és akkor szembenéz, és nem, hogy kisebb lett volna, ugye, hanem nagyobb, akkor nem baj, hogy nincs is. Ha nincs, akkor nem nyomasz. Ha nem gondolok rá, akkor nem zavar. Ugye ezért egy nőnek azt mondani, hogy akasz beszélni róla, teljesen fölösleges, mert úgy is beszél. Egy férfinek azt mondani, hogy akasz beszélni róla, az élet veszélyes, mert hát épp az a lényeg, hogy nem, hogy akarok. Örülök, hogy nem kell rágondolni. Tehát ez az a mechanizmus, amin keresztül a lélek újból a testnek az ideig óráig való örömeiben, a bűnnek az ideig óráig való örömeiben akar felüdülni. És megint a lélek szolgálja lesz a testnek. És az ember megint testi emberré válik, és a bűnnek a szolgája lesz. Aztán hát, ugye ezen kívül az ördög hazugságai ott vannak a szemeink előtt, mert az ördög nem örül annak, hogy te megtértél, és kikerültél a hatósugara alól. Nincs többet hatalma fölötted, ezt most akár hiszed, akár nem, ez így van. Nincs hatalma fölötted az ördögnek többet. Azon, hogy te Krisztusban meghaltál, azzal minden jogalapját elveszítette, hogy téged macerálja. Te
Te azt mondhatod az ördögnek, ha jön, hogy de hát te ilyen vagy, meg olyan vagy, hogy persze, most arról beszélsz, aki Jézus Krisztussal együtt meg van feszítve a kereszten. Az egy hulla. Az halott. Az nem létezik többé. Én nem az vagyok. Én nem azzal azonosulok. Én egy új teremtés vagyok. De nézd meg a cselekedeteidet, meg a tetteidet. Az egy hulla tette, én nem az vagyok. Új teremtésé vártam a Krisztusban. És de ezzel együtt ezek a hazugságok ott vannak a szemünk előtt, hogy legyen, serint az ember az úton, és azt mondja, hogy a minden útjában állhatatlan kétszívű ember semmit nem kap Istentől. Mit jelent ez? Hogy az ember felbuzdul és elindul a hitnek az útján. Na jó, de az ugye vannak dolgok, amit gyorsan célba lehet érni, és vannak dolgok, amit sokára termítem a gyümölcsét. Van olyan növény, hogy elveted, és pár hónap alatt már van gyümölcse. És van olyan, amit elvetsz, és évek kellenek, amíg a szemére fordul. Az életünkben is egy sor ilyen dolog van. Hogy sokáig úgy tűnik, hogy nem, nincs eredménye. És akkor ki kell tartani, nagyon céltudatosnak kell lenni. De ha elindulsz a hit útján, és nem tapasztalod azonnal az eredményeit, meg a gyümölcseit, akkor az ember megretten. És akkor lehet mégse világnak van igaza. Jobb az, aki flivég, megesztük és kész. És tényleg úgy kéne csinálni. És akkor az ember ilyenkor megretten, és akkor visszamegy, és elindul a világ útján. Megy, akkor látja, hú, ezek azért csak büdös, csak gonosz. Hát azért ez izé, nem, hát nem hasonlít, nem akarok ilyen lenni. Akkor gyorsan megtér, visszamegy, elindul a hit útján. Nem hozta meg a kiváltó, mindig nincs férfi, mindig nincs feleség, mindig nincs gyerek, mindig nincs lakás, mindig nincs tud. Hát, hogy mégse itt erre kéne, akkor megy vissza. És akkor megint beózkodik a világba, hogy na, ti hogy csináljátok, hogy nézem, neki is sikerült lakás, hogy is volt ez. Aha, igen, mindenképp. Jó, hát én is csalok egy kicsit ezzel, azzal, kis biztosítót átverni, az nem olyan nagy bűn, a biztosítótól lopni, a szent dolog. Akkor az ember próbálkozik ezekkel az ügyeskedésekkel, és egy idő után megfázik vele megint, és akkor azt mondja, nem, ilyen nem akarok. Ez a minden útjában állhatatlan ember. Egyik úton sem megy végig. Se ezen, se ezen. Mert a két felé van a szíve. Nem tudja eldönteni, hogy miben bízna. Nem tudja eldönteni, hogy miben higgye. És a hitnek a harca az tulajdonképpen erről szól, hogy az ember ráteszi a kezét az ekesz a harlára, és elkezd szántani. És azt mondja, hogy újra szántam az egész életem. Az életem minden területét. És miután felszántottam, akkor magot vetek bele, újról belevetem azokat a magokat, amiket Isten mond, hogy vessek bele. És aztán hittel és türelemmel megvárom, amíg ez szárba szökken. És nem engedem, hogy a világ elvigyen. Nem engedem, hogy ezek a kísértések, ezek a próbatételek elvigyenek ettől. Tehát, hogyha van egy világos célod, és tudod, hogy mi akarsz lenni, tudod, hogy mit akarod csinálni, tudod, hogy mire akarod az életedet feltenni, mindig egyszerűbb lesz. De hogyha nincs, hanem úgy vagy vele, hogy hát jó lenne, hát ha bejön ez az Isten dolog, akkor el fog sodorni téged a szél. Miért? Mert az Isten dolog abban az értelemben nem fog bejönni, hogy mindig minden rá tud. Az Isten el, és akkor már ott is van. Lesz egy sor dolog, ami így jön, és lesz egy sor dolog, ami meg nem jön így. Amiben Isten azt akarja, hogy változz, vagy amiben Isten azt akarja, hogy kitarts. És ugyanez volt Izrael fiaival. És ha megnézitek az ő történetüket, akkor azt látjuk, hogy jött az Úr Ábrahámhoz, és azt mondta, tiéd lesz a föld. Mondta Ábrahám, jól van, egy kapavágást is sem birtoklok belőle, s lasszon, úgy meghalok, és a telekönyvben semmi sincs a nevemen, a Makpela barlangját kivéve. Honnan fogom tudni, hogy birtokom? És akkor azt mondta Isten, hogy jó van, akkor Ábrahám beszúnyált, és Isten azt mondta, 400 év múlva ide jönnek, és azért nem birtokolhatod még most, mert az emoreusok gonoszsága még nem törve. Mint van 400 évük a csávoknak, hogy a gonoszság mélységébe lejusson. Miért jó? Azt is megmondom, miért jó? Azért, mert az emoreusokat kellett aztán Ábrahám fiainak, örököseinek kiűzni. És Isten az emoreusokat hagyta nagyon mélyre süllyedni, hogy ez a nagyon mély legyen Izrael fiai számára a standard. Tehát nem tette nagyon magasra a mércét, hanem nagyon mély. De azt mondta nekik, ha rosszabbak lesznek náluknál, nektek is mennetek kell. És ezért nagyon mélyre tette a lecet. Nem akart nagy, rögtön nagy ezért tanulni. De Izrael fiai rosszabban mentek, mint az emoreusok. Legalábbis a proféták ezt a bizonyságát teszik róla, hogy gonoszabbak voltak, mint azok a népek, mint akiket Isten kiűzött. És ezért, mivel ezeket ki kellett űzni erről a földről, azt nem lehetett csinálni, hogy őket meg nem.
Tehát ezt sem tudod megtenni a gyerekeiddel, hogy az egyiket megfenyíted valamiért, a másiknak meg megengeded ugyanazt. Nem vagy következetes. És ezért Izrael a fiainak is menni kellett a babiloni fogságba, az ide-oda, és így tovább, és így tovább, de azt is Isten a javukra, mert a babiloni fogságba már úgy jöttek ki, hogy szombatot azt megtartjuk, hogy csak az ördög átlökte őket a másik oldalra, hogy átlökte a törvénykezésbe. Hogy felejtsék el, hogy mi a hit igazi tartalma, az Istenbe vetett bizalom, és próbálják meg valami cselekedett rendszerbe belesűríteni a hitüket. De egy cselekedett rendszert hit nélkül is lehet csinálni. Én úgy el tudok menni a templomba, és úgy részt tudok venni a szertartásokba, hogy ennyi hit nincs benne. Ha nem hiszitek, menjetek el vasárnaponként. És nézzétek meg, hogy a 100 emberből szerintetek hány napon való élő hitet. Mert az nem bonyolult, a farizeusoknak is azt mondja Jézus, tizedet adni? Hát ez nem egy bonyolult dolog. Az ember megnézi a buzát, meg a jövedelmét, elkönti belőle a tizedet, odaadja, kész, Isten ki van pipálva, mehetek és csinálhatom a dolgot. És azt mondja, mi a nehezebb? Az igazság, az ítélet, az irgalmasság, stb. Miért? Mert az belül az ember lelkiismeretében, lelkében meg kell harcolni. A jót el kell választani a rossztól. Ezt a küzdelmet meg kell vívni, hogy az ember ne essen bele ezekbe a csapdákba és ezekbe a kísértésekbe.